Dobszóval kezdődött a farsangi karnevál Visegrádon a milleniumi kápolnánál a bőti időszak előtti utolsó hétvégén. Hagyományteremtő jelleggel indították el a farsangi karnevál rendezvényt Visegrádon. A böjti időszak előtti utolsó hétvégén a visegrádi Szent György lovagrend dobos csapata nyitotta meg, akik hangos dobszóval jelezték a helyieknek, hogy a milleniumi kápolnánál nagy mulatságra készülnek. Az esemény történetéről Sejléné Kékesi Herendi Mária Ida, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mesélt. Tavaly indította a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Schwab Alapítvány közösen azt a új programját, a új régi programját, amely a tél búcsúztatója és egyben egy farsangi mulatság felvonulás együtt. Ez egy régi hagyomány Visegrádon, és elsősorban ugye a Schwab őseinknek a hagyománya volt, de aztán a 1900-as éveknek az elején és közepén elég sok magyar lakos is lakta Visegrádot a svábok mellett, és az ő hagyományaikban is a farsang temetés és a farsangi ünnep az egy ünnep volt. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy régen a farsangi mulatozást inkább bálok formájában vendéglőkben tartották. Most már bált nem szerveznek, de az utcai forgatagon a város apraja nagyja összegyűlt, hogy közösen búcsúztassák a telet. A rendezvényen műsorral is készültek a szervezők. Elsőként a visegrádi Fellegvár óvoda nemzetiségi tánccsoportja lépett fel. Ez a tánccsoport másfél évvel ezelőtt indult, azóta egy picit nőtt a létszámunk. A leggyakorlottabb táncosaink másfél éve végig velünk voltak, a legifjabbak pedig most néhány hete csatlakoztak hozzánk, és mi a kedvenc nemzetiségi gyermektáncainkból hoztunk egy rövid kis összeállítást. Fogadják szeretettel! A visegrádi Ápril Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény zeneiskolába járó növendékei is felléptek. Előadásukban trombita duettet, klarinétosoktól a Boszorkánytán című darabot, és az egész fúvós zenekar előadásában keringő és polka dallamokat is meghallgathattak a résztvevők. Igen, Ádám, az Ápril Lajos Általános Iskola tanulója, mókás farsangi versekkel szórakoztatta a közönséget. Király leszek a farsangon, hogy mindenki lássa rangom, festő leszek s a kezemmel, varázslok ecsetekkel. Pék leszek, ki friss kifliket kínál reggel mindenkinek, vagy kis kertész, aki ültet virágokat, fákat, tölgyet. Rendőr leszek, s rendőrsíppal, feleselek sportkocsikkal. Tündér leszel varázspálcával, szálljon földre minden áldással. Királylány és kungfu mester, legyen farsang még ezerszer. Az iskolások egy zenés-táncos előadással fejezték be műsorukat. Bene Éva és Lágné Budai Zsuzsanna német tanárok az alsó tagozatos gyerekeknek egy vidám farsangi táncot és a Habne Tante aus Marokko klasszikusra tanítottak be egy koreográfiát. In Südamerika, oh, yeah. Mit Klatschen in die Hände.
A farsangi mulatságon fellépett még a visegrádi férfi dalkör, valamint egy új formációs énekkar is. A karácsonyi adventi időszakban bemutatkozó kórus ismét fellépett a visegrádi rendezvényen, német énekekkel, valamint szájharmonika kísérettel. A műsorokat követően az esemény fénypontjára került sor. A dobosok kíséretével a jelmezesek és a közönség együtt sétált át az Apátkúti patak partjára, ahol elégették a télbanyát. A hagyomány szerint minden bút és bajt magával vitt a tűz, és ezzel véget vett a télnek, egyben utat nyit a tavasznak. Nagyon szép számmal összejöttünk. Gyerekek most is itt körülöttem még gyertyát öntenek, és egyéb játékokat foglalkoznak, játszanak, szaladgálnak a kápolna körül, szülők beszélgetnek, és egy nagyon szép közösségi életet élünk, találkozunk egymással és beszélgetünk. Úgyhogy ezt tudtuk a mai napon itt prezentálni, reméljük, hogy jövőre újra sikerül, és addig még azért lesznek közös rendezvényeink. A büfében hagyományosan zsíros kenyeret, forralt bort, teát és farsangi fánkot lehetett kapni. Ezen kívül számos kézzel készült portékát lehetett vásárolni. A legkisebbek pedig gyertyát vagy maszkot is készíthettek a visegrádi farsangi karneválon.